Panzer! Sziasztok, Star Wars rajongók! Üdvözlök mindenkit az Akadémián! Mint ígértem nektek a járműveket bemutató sorozatban, most egy kicsit elmozdulunk egy másik irányba, és az utolsó Jedi témájú videókon túl bemutatásra kerülnek régebbi, vagy más korszakokból származó járművek is. Szintén ígértem egy szavazást, melyet az Akadémia YouTube közösségi felületére ki is raktam. Itt pedig nem más nyert, mint a szemétkereskedő kis barnarulás lények, a Java faj tagjai által is használt Sandcrawler, vagyis magyarul a homokjáró vagy homokkúszó. A szavazás igen érdekesen alakult, és hogy őszinte legyek, erre számítottam a legkevésbé. Több mint 10.000 szavazat érkezett, melynek a 47%-át a homokjáró kapta, és hát te úristen! Olyanokat utasított maga mögé ez a rozsdás óriás, mint a szeparatista lebegő AT-tank, vagy a köztársasági, a klónok által is használt AT-TL lépegető. Sőt, még a birodalmi AT-AT lépegetőnek sem volt esélye. Luke siklójáról pedig már ne is beszéljünk. Rendesen megleptetek, de legyen hát így. Engedjétek meg, hogy bemutassam nektek a régi trilógia egyik klasszikus és lenyűgöző járművét, a Javák homokjáróját. Ezek a homokjárók hatalmas, mobil erőtként szolgáltak a Java faj tagjainak, mellyel kényelmesen átszelhették a Tatooine kietlen sivatagjait úgy, hogy közben védve voltak a Kree sárkányok és egyéb veszélyek ellen. A hatalmas, rozsdásodó lánctalpas gépek elég nagyok voltak ahhoz, hogy a Javák kényelmesen berendezkedjenek, droidbontó műhelyt nyissanak benne, és még egy kényelmes lakóteret is kialakítsanak. Sőt, a faj tagjainak kismérete és a jármű nagysága miatt nem csak egy-két példány fért el benne, hanem akár egy kisebb klán is. A jármű hatalmas lánctalpakon haladt előre, rendületlenül, melyek két sorban helyezkedtek el az alján. Minden sorban 4-4 darab lánctalp volt, így összesen 8 ilyen volt a felelős azért, hogy ne akadjanak el sehol sem. Kellett is a strapabíró meghajtás, ugyanis néhány esetben egy-egy ilyen Java klán akár 1500 droidot is bezsúfolt a raktérbe. Némelyiket egyben, néhányat meg ugye több darabban. Ebben a nagy gyűjtögetésben mondjuk hatalmas segítségükre volt egy elektromágneses gyűjtőegység is, mellyel a sivatagban esetlegesen kóborló droidokat is begyűjthették. Rendben, tehát tudjuk, hogy mire használták a Javák ezt a monstrumot. De honnan származnak? Csak nem a Javák építették. Nem, megnyugtatok mindenkit, hogy nem. Még réges-régen, valamikor a nagy bányászipari fellendülés idején kerültek a különböző vállalatok által a Tatooine-ra ezek a homokjárók. Erről mondjuk a legendákban többet lehet tudni. Tehát nagyjából 1000 évvel Yavin előtt Tatooine ígéretesnek tűnt, mint bányászatra alkalmas világ. Viszont, mint kiderült kicsivel később, az innen kibányászott ércek nagyon gyenge minőségűek. Gyorsan korrodálódnak, és emiatt az értékük is csekély. A Tatooine klímája, valamint a buckalakok folyamatos fosztogató támadásai pedig tovább nehezítették a bányászok életét. Sőt, nem sokkal, miután kirobbant a bányászforradalom, rájöttek arra is, hogy a legtöbb értékes ásvány a felszínen található, így ezek a hatalmas gépek már nem is voltak olyan fontosak. Ráadásul nem is volt olyan sok értékes ásvány se. Idővel ez a bányászati hullám elült, és sok cégnek becsődölt a Tatooine-i vállalkozásra. A homokjárókat pedig hátrahagyták, mivel ugye már nem maradt pénzük elszállítatni ezeket a nehéz munkagépeket. Nos, ugye elhagyták a Tatooine-t, és csak ezután kerültek a képbe a barna köppenyes kis büdös barátaink. Tehát, rengeteg vállalat kezdett rossz befektetésbe, amikor Tatooine-t egy értékes bányászbolygónak hitte. De ha ez nem lenne elég, idővel újra és újra jött egy-egy cég, aki megpróbálkozott, ám sikertelenül. Mintha csak örömüket lehették volna a nehéz munkagépek hátrahagyásában. Az első ilyen homokjárókat a Cerka vállalat hagyta a sivatagokban, még a nagy Sith háború kitörése idején. Később pedig a koréliai bányásztársaság kezdett nagyszabású kitermelésbe, azonban idővel ők is befűröttek a tervükkel, és végül ők is kivonultak, a nagyobb munkagépeik egy részét pedig ők is hátrahagyták. Jöjjön most akkor néhány specifikáció a homokjáróról, mely a klasszikus, mindenki által ismert modellt mutatja be jobban, tehát amit a filmben is láthattunk. Ezt azért is fontos kiemelni, mert többféle modell is létezett ezekből az óriásokból, de erre majd visszatérek a videó végén. Szóval, amit a filmben láthattunk, az a legendák szerint egy Digger Crawler modell, melyet a koréliai bányásztársaság vitt be a Tatooine-ra. Vannak persze kánon szerint is adatok, de szerintem most mindenképp jobban járunk a legendákkal. Gyártója a koréliai bányásztársaság volt, és besorolását tekintve a lánctalpas járművek közé tartozott. Értéke újonnan 150 000 kredit volt, ami úgy nagyjából átszámolva 34,2 millió forint.
Használtan pedig 60 ezer kredit volt, ami pedig átszámolva forintra úgy nagyjából 13 millió 680 ezer forint. A jármű hossza 36,8 méter, Canon szerint egyébként 40 méter körül, de lényegtelen. Magassága 20 méter. Meghajtásáért egy Girodyne KA per ELA fúziós gőzreaktor volt a felelős. Legénysége 46 ember, nyilván amikor bányáztak vele, később pedig 50 Java, ugye akkor, amikor már nem a bányászok használták. Ez volt az a létszám a legénységnek, ami kötelezően kellett ahhoz, hogy működtetni tudják a gépet. Utasokból 30 ember fért be, ugye nyilván megint csak a bányászkorszakról beszélünk, vagy 300 darab Java, valamint esetleg 1500 darab droid. Természetesen ezek a számok úgy értendők, hogy amikor bányáztak vele, akkor nyilván az emberek nem lakták be a rakteret, de a Javák viszont igen. Egyébként a raktér kapacitása, ha már itt tartunk, 50 tonna. Végezetül pedig ez a jármű 2 hónapra elegendő készleteket képes felhalmozni, értek ebbe ételt és üzemanyagot. A homokfutók specifikációi alatt nem jelöltem a Canont vagy a legendákat külön, mert ami a Canonban található kevés információ, az tökéletesen megegyezik a legendákban lévőkkel, és amúgy sem látom okát, hogy ne lehessen elfogadhatónak nevezni az említett információkat a Canon szerint is. Ugyan nem nekik szánták a homokjárókat, és lényegében egy régen letűnt korszak titánjai voltak, de a Javák otthonukká alakították, és a Tatooine sivatagjait járva fémhulladékot és ásványokat kerestek vele. A sivatagokban szétszóródott űrhajó roncsok, a párologtató farmerek számára feleslegessé vált alkatrészek, és minden egyéb ilyen olyan hulladék begyűjtésére használták fel. A jármű elején a csúcson helyezkedett el a vezérlő, a legmagasabb ponton. Innen lehetett irányítani ezeket a hatalmas lánctalpas fémszörnyeket. De felszereltségét tekintve rendkívüli egy jármű volt. A rengeteg járatot és egyéb szervizteret leszámítva rendelkezett érzúzóval, lézeres előfeldolgozóval, szállítószalaggal és liftekkel, olvasztókóhóval és minden egyébbel, ami csak egy bányászatra szánt gép rendelkezhet. Most pedig végezetül akkor nézzük, milyen különböző típusú homokúszók voltak. Ugye a már bemutatott koréliai bányászvállalat homokjárója, melyet részleteztünk is. Aztán a Cerka vállalat minden terepviszonyra alkalmas lánctalpas szállítója, mely a dizájn tekintve szerintem a legvagányabb kinézetű óriás. Aztán a Cerka vállalat egy másik munkagépe, a CZK Sandcrawler, mely az Old Republic játékból lehet ismerős sokaknak. Valamint volt még egy szemle osztályú maró gép, melyet a Tagge CO vállalat gyártott le. Sajnos erről nem találni képeket már, de méretei az előzőekkel nagyjából megegyezik. Ja, és akkor még egy plusz. A Star Wars lázadók 4. évadjában is feltűnt egy hasonló érszmaró, mely felégette menet közben a Lothal pusztáit. Sajnos viszont erről sokkal több információ még egyenlőre nincs. Kedves rajongók, akadémisták! Ennyi lett volna, amit el tudtam nektek mondani a Javák által is használt homokjáróról. Remélem érdekesnek találtátok a videót és élveztétek azt. Kérlek, most pedig adjátok le a szavazataitokat, hogy ti melyik régebbi járművet szeretnétek. Persze ez mellett fut párhuzamosan még egyenlőre a másik vonal is, ami az utolsó Jedikkel foglalkozik. Tehát melyik járművet szeretnétek jobban megismerni? Talán akkor legyen a szeparatista lebegő AT-tank? Vagy inkább érdekelne a köztársasági klónsereg által használt AT-TL lépegető? Esetleg ezek helyett inkább jobban érdekelne egy szintén szeparatista jármű, az XT Bogár szállító? Kérlek, szavazzatok és írjátok le a véleményeiteket bátran lent a hozzászólások közt. Amennyiben tetszett a videó, és szívesen néznél még hasonlókat, akkor csapj rá arra a like gombra. Ha pedig esetleg még nem iratkoztál volna fel, akkor épp itt az ideje. Valamint, ha úgy érzed, hogy szeretnél komolyabban is tagja lenni a Star Wars Akadémia közösségének, akkor keresd fel bátran a Facebook vagy Instagram oldalakon is csatornát. Ha pedig ez kevés lenne, akkor csatlakozz a Discord szerverünkre is, ahol egy elég kiváló társaság gyűlt már össze. Van itt szerepjáték, spoileres kibeszélések és minden más. Linket a leírásban találtok. Ezek után pedig, ha esetleg valamelyikőtök úgy gondolja, hogy szívesen támogatná a csatornát, akkor azt várom szeretettel a Patreon rendszerében. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Ne feledjétek, holnap ismét találkozunk, addig is, mint mindig, az erő legyen veletek.